Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ma egy lelkipásztor beiktatás Isten tiszteletet tartunk, és a Bibliából én egy olyan történetet fogok felolvasni, ami nem lelkipásztor beiktatásról szól, hanem egy vezetőnek a szolgálatáról, egy fontos döntéséről. Kérem, hogy akinél van Biblia, nyissuk ki Isten igéjét Mózes második könyvénél, és a 14. résznek az első versétől fogom olvasni Isten igéjét. Mózes második könyve, 14. rész első versétől. Kérem, hogy álljon fel a gyülekezet. Ezt mondja Isten igéje. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak meg és verjenek tábort Pi-Hahirót előtt, Migdol és a tenger között, Baal-Cafón előtt. Vele szemben táborozzanak a tengernél. Hát, ha azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárta őket a puszta. Én pedig megkeményítem a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, és megmutatom a dicsőségemet a fáraón és egész haderején. Akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. Amikor jelentették Egyiptom királyának, hogy elmenekült a nép, megváltozott a fáraónak és szolgáinak indulata a nép iránt, és ezt mondták, mit tettünk? Elbocsájtottuk Izraelt a szolgálatunkból. Befogatott a fáraó a harci kocsijába, és maga elé vette a hadseregét. Maga mellé vett 600 válogatott harci kocsit, az összes egyiptomi harci kocsit, 3 ember volt mindegyike. Az Úr megkeményítette a fáraónak, Egyiptom királyának a szívét, és az üldözőbe vette Izrael fiait, Izrael fiai pedig hatalmas kéz segítségével vonultak ki. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadereje, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pi-Hahirótnál, Baal-Cafónnál szemben. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj békén nekünk, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat, mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mintha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket, mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Ekkor ezt mondta Mózesnek az Úr, miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld fel a botodat, nyújts ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Foglaljunk helyet. Az életben különböző korszakok vannak, és ezek a korszakok tulajdonképpen az életünknek a teljességét jelentik. Van egy olyan korszak, amikor a fogantatás és a születés előtti korszakban vagyunk, aztán megszületünk, és következik egy újabb korszak. A kisgyerekek életében van egy óvodás korszak, aztán van egy iskolás korszak, aztán van egy egyetemi korszak, van egy olyan korszak, amikor aktívak vagyunk, és van olyan korszak, amikor nyugdíjasak leszünk. És ezeket a korszakokat lehet nagyon-nagyon sokféleképpen elemezni. Lehet anyagilag egy erősebb korszak, vagy egy nehezebb korszak. Lehet lelkileg, szellemileg is térképezni az életünket. Valamikor úgy érezzük, hogy sokkal áldottabb és sokkal jobb időszakot élünk át, és közelebb érezzük magunkat az Istenhez. Jobban működnek mindazok a dolgok, amit szeretnénk, hogy működjenek. Máskor úgy érezzük, hogy talán kevésbé. A kapcsolatainkban is megvannak ezek a dinamikák, és a kapcsolatok is korszakokat jelentenek az életünkben. És ez a sok-sok korszak, ez meghatározza az embereknek a teljes életét. És egy lelkipásztor váltás, aminek a szem- és fültanúi vagyunk itt, ez is egy korszakváltás. Valami volt eddig, és most megváltozik, és jön egy újabb korszak. És amiről én szeretnék ma beszélni, az nem más, mint az, hogy Isten igéje mit mond arról,
hogy egy új korszaknak, a következő korszaknak hogyan tudjuk átélni az áldásait. Ugyanis valószínű, hogy a jelenlévők közül, vagy főleg a Sziget-Szent Miklósi gyülekezet tagjai részéről senki nem kíván kevesebbet, mint hogy a következő kornak az áldásait át tudjátok élni. És Isten igéje néhány nagyon-nagyon fontos tanácsot ad nekünk ebben a felolvasott történetben. Azt olvastuk a Bibliában, hogy Isten meghallotta a népének a nyomorúságát, amikor Egyiptomban volt, és azt mondja az ige, hogy meghallottam a kiáltozásukat. Isten egy új korszakot jelent be, és azt mondja, hogy volt egy olyan korszak, amikor sokat kellett dolgozni, amikor rabszolgák voltatok, de meghallottam a kiáltásotokat, eljutott hozzám, hogy nektek ez nagyon rossz, eljön egy új időszak, és ez a következő időszak már nem arról szól, hogy rabszolgák vagytok Egyiptomba, hanem arról fog szólni, hogy ki foglak szabadítani benneteket, és jön egy új korszak. És ez úgy kezdődik, hogy Isten meghallgatja a népének a nyomorúságát. Isten meghallgatja az imádságokat. És ez ma sem működik másképp. A legtöbb korszakváltás szellemileg az életünkben úgy történik, hogy elkezdünk imádkozni valamiért. Elkezdünk az Istenhez kiáltani valamiért, és amiért elkezdünk rendszeresen imádkozni, és amilyen témákban beszélgetünk az Istennel, amilyen témát a Szentlélek a szívünkre terhel, és azok mozgatnak bennünket, ezek adják az ima témáinkat, ezekről beszélgetünk az Istennel, ebből következik majd mindig egy új korszak. Mert Isten kijelent valamit, és tovább visz bennünket. Az imádság, az segít bennünket, hogy egy-egy új korszak elkezdődjön, és az új korszak az Isten szerint való módon történjen. A reformáció időszakában azt tudjuk, hogy Luther Márton, aki elindította a reformációt, akinek a tételei kirombantottak egy óriási szellemi forradalmat, persze aztán egy fizikai forradalom is lett belőle, sokáig harcolt és dolgozott azért, hogy az Isten igéje egy központi helyre kerülhessen. Egy új korszak kezdődött el akkor is. És aztán, hogy telt múlt az idő, az ellenhatás is egyre erősebb lett. És volt neki egy nagy támogatója, akit úgy hívtak, hogy Nikóneusz Frigyes. Ő nagyon sok mindenben segítette és támogatta Luther Mártonnak a munkáját. És azt tudjuk a történelemből, hogy 1540-ben, amikor már jóval túl vagyunk a reformáció kirobbanásától, és már sok minden történik, és már nem is olyan egyértelmű minden, azt a levelet kapja Luther Márton, hogy a barátja Nikóneusz Frigyes halálosan beteg. És amikor ezt meghallja, akkor úgy érzi, hogy ez így nem jó. Szükség van még rá. És elkezd imádkozni az Istenhez, hogy ennek az embernek az életében ne egy korszak lezáruljon, hanem adjon még neki az Isten még valamennyit. És ahogy imádkozik Luther az Istenhez, a Szentlélek ad neki valami kijelentést, és aztán ír egy levelet, és elküldi Nikóneusz Frigyesnek. A súlyosan beteg, majdnem a halálnál lévő barátjának. És ezt írja, azt parancsolom neked a mindenható Isten nevében, hogy élj, mert szükségem van rád az egyház megreformálásában. Nem halhatsz meg, sőt, az Isten megengedi, hogy túlélsz engem. És ez így lesz, mert én ezért imádkoztam, és Isten ezt akarja. Ezt az imádságot elküldi a barátjának, Nikóneusz Frigyesnek. És akkor nem e-mail volt, hogy fél percen belül olvasták a másik oldalon, hanem napokkal később, mikor megérkezett a levél, és elolvasta Nikóneusz Frigyes, ő is imádkozott ott a halálos ágyán, és az ápolói, a gondozói azt vették észre, hogy egyre erősebb, és néhány nap múlva teljesen erős lett, a betegségnek nem volt semmi nyoma az életében, újra erős tudott lenni, újra vissza tudott állni a munkába, újra visszaállt a reformáció támogatásában, és azt tudjuk, hogy 2 hónappal túlélte Luther Mártont. Hol kezdődött ez? Hogy valaki elkezdett imádkozni, és elhitte azt, hogy ha valaki imádkozik, ha valaki megszólítja az élő Istent, akkor arra az élő Isten reagál. És amikor az élő Isten mond valamit, kijelent valamit, akkor mindig egy új korszak következik. Kedves Zsolt, és Anita, hol vagy Anita? Ott vagy. Ti, akik pásztorolni fogjátok ezt a gyülekezetet, tudom, hogy tudjátok, sokszor gyakoroltátok, hogy amikor imádkoztok, akkor Isten valami újat hoz mindig. És kedves Sziget-Szent Miklósiak, amikor őszinte szívvel
oda tudtok állni az Isten elé, és imádkozni tudtok valamiért, és abban az Isten ad valami kijelentést, valami vezetést, és erre rá tudtok állni hittel, akkor egy új korszak kezdődik. Nem sűrűn kell lelkipásztort váltani, hanem a gyülekezetnek sűrűn kell korszakokat váltani, hiszen egy-egy dologban, amikor már teljességre jut valami, akkor jönnek az újabb és újabb kihívások. És minden egyes újabb lépést, minden egyes újabb korszakot az imádság fog elkezdeni. A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten meghallotta a népének a kiáltását, és kiszabadította őket a rabszolgaságból, és egy új korszak kezdődött az életükben. És ez az új korszak, az új korszaknak a lehetősége, az új korszaknak az áldásai, ez a ti áldásatok is lehet. Nagyon egyszerű. Meg kell szólítani az élő Istent, imádkozni kell, és az Isten reagál, és az Isten működik. Azt is olvassuk a történetben, hogy a szabadulás az olyan simának tűnik, hogy elindulnak, még ajándékokat is kapnak, és nagy örömmel és nagy lendülettel az Isten népe kivonul a rabszolgaságból, és elindul a szabadság felé. Mindenki nagyon boldog volt, mindenki nagyon élvezte ezt a pillanatot, mindenki tele volt hittel és tele volt reménységgel. Végre itt van ez a pillanat, amire vártunk. És aztán azt olvassuk a történetben, hogy elmennek egészen a tengerig, ott letáboroznak, és alig tudnak igazán örülni, alig tudják megszokni ezt a reményteljes időszakot, az új korszaknak az áldását, hogy most már szabadok, hogy most már azt csinálnak, amit akarnak, most már nem az egyiptomiaknak a korbácsára kell figyelni és a kiabálásaira. Hátranéznek, és azt látják, hogy jön az ellenség. Mögöttünk ott van az ellenség, előttünk ott van a tenger, és ebben a helyzetben a nagy öröm, a nagy reménység, a nagy hit azonnal szerte foszlik. Izrael fiai föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, Mózesnek pedig ezt mondták. Nincs elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Ez már nem a reménységnek a hangja. Ez már nem az új korszaknak az áldása, hanem a panaszkodás, a sírás, a kétségbeesés, a vádaskodásnak az időszaka jött el. Megijednek, és azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Ti voltatok már hasonló helyzetben? Elindultál egy reményteljes úton, és úgy tűnt, hogy minden megváltozik, és milyen szép, és milyen jó lesz, és pár nap, vagy pár hét után rájöttél arra, hogy ez nem is olyan egyszerű. Nem is olyan egyszerűen működnek a dolgok, és nem is olyan könnyű ez az út. És Isten népe ezt éli át, és ezt tapasztalja meg. És lehet, hogy azt gondolják, hogy persze, ha lenne hajunk, lenne repülőnk, vagy bármi, vagy tudnánk repülni, vagy bármit is csinálhatnánk, és kiszabadulhatnánk ebből a helyzetből, milyen jó lenne. De hát mindezek nincsenek. Ott vagyunk a tengerpartján, mögöttünk az ellenség, és körül vagyunk zárva, és nem tudunk tovább menni. Mózes az Isten népének a vezetője, mondhatom azt, az Isten népének a pásztora. Ebben a helyzetben nem ijed meg. Nem azt mondja, hogy jaj Istenem, mi lesz velünk. És nem áll oda azoknak a sorába, akik panaszkodnak, kétségbe esnek és sajnálják magukat, és okolnak mindent és mindenkit. Mózes azt mondja a népnek, hogy ne féljetek, álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít ma meg benneteket az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Mit gondoltok, hogy Mózesnek honnan volt ez a hatalmas nagy bátorsága? Nem volt egyszerű helyzetben, és a lelki pásztor, vagy a lelki vezető, vagy bármilyen vezető soha nincs egyszerű helyzetben, amikor kritikus helyzetekben megoldást kell találni. És ez egy tipikusan nehéz helyzet, amikor előttünk a tenger, mögöttünk az ellenség, és sem arra nem tudunk menni, sem arra nem tudunk menni, körbe vagyunk zárva, és itt a vége mindennek. És ebben a helyzetben a vezető föláll, és azt mondja, nyugalom, minden rendben van, ne aggódjatok, ne féljetek, mert az Istennek a hatalma, az Istennek a csodája, az Istennek az ereje olyan módon fog itt megnyilvánulni, amit soha nem fogtok elfelejteni. Honnan volt ekkora bátorság Mózesbe? Honnan volt ez a világos, tiszta látás, ez a tudás, hogy ezt kimerte jelenteni? És neki volt igaza. Azt tudjuk a Bibliából,
hogy azért, mert Isten előre megmondta neki. Mózes tudta a forgatókönyvet. Tudta, hogy mi fog következni. Ez a felolvasott szakasz azzal kezdődik, hogy először Isten Mózessel beszél, és elmondja neki, hogy ti kivonultok Egyiptomból, és el fogtok menni erre a bizonyos területre, ott lesztek a tengernek a partján, és én majd megkeményítem a fáraónak a szívét, és utánatok fog menni, és amikor majdnem utolérnek benneteket, akkor én ki foglak benneteket szabadítani, és ne aggódj. Isten előre megmondott neki mindent. Tudta, hogy ez fog következni. És mivel Isten kimondta neki a megoldást, és tudta, hogy milyen módon kell vezetni a népet, ezért nagyon nyugodt tudott lenni a legnyugtalanítóbb helyzetben is, és azt mondja, hogy ne féljetek, minden rendben van, az Isten meg fogja oldani ezt a problémát. Ezt mondta Isten Mózesnek, még mielőtt bármi bekövetkezett volna. Azt gondolja a fáraó, hogy eltévedtek Izrael fiai ezen a földön, körülzárja őket a puszta, én pedig meg fogom keményíteni a fáraó szívét, hogy üldözőbe vegye őket, megmutatom a dicsőségemet a fáraón és az egész haderején, és akkor megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. Isten ezt előre megmondta Mózesnek, és ő tudta. És tudta, hogy bízhat az Istenben, mert amit az Isten mond, az úgy van. És ha Isten mond valamit, akkor egy új korszak kezdődik el. És az egyiptomi hadseregnek, az egyiptomiaknak az életében is egy új korszak következett el, mert Isten megítélte őket. És nem félni kellett tőlük, hanem határozottan lehetett az Istenben bízni. Ki jelentette be az új korszakot? Isten. Ki viszi ki a népet Egyiptomból? Isten. És ki hozza az egyiptomi sereget utánuk? Isten. És ki menti meg őket ebből a helyzetből? Isten. Ott van Isten mindenben. Kedves Zsolt, és Sziget-Szent Miklósiak, az új korszakban lesznek ilyen helyzetek. Bőven lesznek ilyen helyzetek, amikor úgy gondoljátok, hogy hú, hát ez nagyon nehéz, nem erre gondoltunk. De Isten hozta el az új korszakot, Isten adja meg a lehetőségeket, Isten adja az áldásokat, még a problémákban is ott lesz Isten, és az Isten hozza a szabadulást nektek, és az Isten fogja mondani, hogy ne féljetek, ne aggódjatok, mert amit most láttok, ilyet még nem láttatok. Mert az Isten csodája és az Isten hatalma ott lesz benne. És ez így fog történni nálatok is, és így fog történni mindenütt, és így történik mindenütt. Pál apostol ezt úgy foglalja össze, hogy Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját, hogy elbírjátok azt viselni. Ez olyan bátorító, nem? Hogy nem kell félni a nehéz időszaktól. Nem kell félni az ellenségtől. Nem kell félni azoktól a helyzetektől, ami emberileg nagyon félelmetes lehet. Ami emberileg nagyon kilátástalannak tűnhet. Hát az Isten ott van benne. Az Isten azt akarja, hogy az új korszaknak az áldását átéljétek és megtapasztaljátok. És azok a szabadulások, azok az áldások, amit Isten elkészített, azokat át tudjátok érezni. Amikor úgy érezzük, hogy előttünk is probléma, meg mögöttünk is probléma, és nem tudunk merre menni, akkor ott vagyunk a Vöröstenger partján. És kire számíthatunk? Az Istenre. Arra az Istenre, aki odavitt bennünket. Olyan sokszor hallottam már, amikor emberek azt mondják, hogy olyan könnyű lenne akkor, ha nem lennénk ilyen kevesen, ha nem lennénk ilyen öregek, ha nekünk valami sokkal nagyobb és sokkal szebb épületünk lenne, olyan jó lenne, ha nekünk pénzünk lenne, olyan jó lenne, ha nekünk olyan embereink lennének, olyan jó lenne, hogyha Isten ilyen és olyan ajándékokat, képességeket vagy kijelentéseket adna, és mindig valamire hivatkoznak, ami nincs. Olyan jó lenne akkor, ha. A Bibliában nem azt látjuk, hogy egy nehéz helyzetben meg kell állni, és mindig arra figyelni, ami nincs. Mindig azon problémázni, hogy mi az, ami nincs nekünk. Nektek is egy csomó dolog nem áll a rendelkezésetekre. Egy csomó dologban hiányt szenvedtek, de nem ezekkel kell foglalkozni. Ha Isten népe csak arra figyelt volna, hogy abban a helyzetben nekik mi nincs, akkor nem a megoldás felé tudtak volna elindulni. Arra figyeltek, hogy Isten mit mond. És Mózes nagyon határozottan tudta mondani, hogy Istennek ez az akarata.
Isten erre akar vezetni bennünket. Isten most egy csodát akar tenni. És ami nekünk nincs, az nem kell foglalkozni, azt majd az Isten megoldja. Majd az Isten ad olyan dolgokat, ami fölemel és megerősít bennünket. A kifogások soha nem segítenek bennünket előre. A hit viszont mindig előre visz bennünket. A hit viszont mindig segít abban, hogy az új korszaknak az áldásait éljük át, és ne csak panaszkodjunk, vagy ne csak helybe járjunk, vagy ne csak a múlt legyen szép és kedves nekünk, hanem az a reményteljes jövő, amit előttünk, az Isten megígért nekünk. Azt mondja Isten Mózesnek, te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Milyen érdekes, hogy Isten csupán annyit mond, hogy Mózes, ott van a kezedben az a bizonyos bot. Használjuk ezt a botot. Ez egy teljesen elég és alkalmas eszköz arra, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetben megoldást jelentsen. Amikor jön az egyiptomi hadsereg teljes hadereje, amikor előttetek van a tenger, amikor körül vagytok zárva, és mindenki panaszkodik, és mindenki fél, és mindenki hibáztat mindenkit, és vissza akarnak menni az emberek, akkor Mózes ott áll, teljes hittel és teljes reménységgel az Istenre tekintve, és azt mondja neki az Isten, hogy mi van a kezedbe? Ja, ott van egy bot. Hát akkor használjuk ezt a botot. A bottal meg lehet oldani egy ilyen nehéz helyzetet? Igen. Mert ha Isten is fogja azt a botot, akkor működik a dolog. És tudjuk, hogy Mózesnek az életében ez a bizonyos bot, ami a kezében van, azt Isten sokszor felhasználta. Sok mindenre. Az Isten hatalma, az Isten csodája nagyon sokszor ezen a boton keresztül nyilvánult meg. Kedves Sziget-Szent Miklósiak, a ti kezetekben mi van? Sok minden. Nem csak egy bot, szerintem sokkal gazdagabbak vagytok. Sokkal több mindennel rendelkeztek, mint hogy csak egy bot lenne a kezetekben. Sőt, Zsoltnak nem csak egy botot tudtok adni, hanem sok minden mással is tudjátok őt segíteni, és ő is tud benneteket sok mindennel segíteni. De higgyétek azt el, hogy amit Isten adott nektek, ami most a kezetekben van, akár fizikálisan, ami most a szívetekben van, hit, reménység, az elég arra, hogy most Isten ezt föl tudja használni. És az Isten ezt tudja növelni. És Isten tud többet adni, és tud dicsőségről dicsőségre vezetni benneteket, vagy bennünket. De higgyétek azt el, hogy ami van, az elég. Mert Isten azt föl tudja használni. William Careyről azt tudjuk, aki a modern missziónak az atya volt, hogy elindult és kereste a lehetőséget, hogy külmisszióba tudjon menni, és jelentkezett a felekezeténél, bejelentette azt, hogy Isten engem arra hívott, hogy elmenjek egy idegen országba, egy másik néphez, mert ott még nem hallotta senki az evangéliumot, és arra hív az Isten, hogy megosztam ezekkel az emberekkel az evangéliumot. És tudjátok, mit mondtak neki a vezetők? Azt mondták, ha Isten ezeknek az embereknek azt akarja, hogy meghallják az evangéliumot, akkor Isten majd ezt megoldja, te pedig itt maradsz. És nem támogatták, és nem segítették. És William Carey, tudjátok, mit csinált? Londonban élt, végezte a munkáját, és ott volt a kezébe, vagy a zsebébe, vagy a táskájába mindig egy térkép, és amikor csak ideje volt, mindig kinyitotta a térképet, és elkezdett imádkozni azokért az emberekért. A térképen keresztül látta azokat az embereket, látta azt a kultúrát, látta azt a világot, és folyamatosan imádkozott értük. És egyszer Isten kinyitotta a kaput, és elment. És ő lett a modern külmissziónak az atya. Mi volt a kezében? Egy térkép. Egy térkép elég ahhoz, hogy valaki egy külmissziós szervezetet alapítson, valaminek az alapját lerakja, amire azóta is lehet építkezni. Egy térkép, egy papírdarab, ami semmit, tulajdonképpen értéktelen vacak az egész. De mégis Isten ezt használta, hogy a hitét, a reménységét nem vesztette el, még akkor is, amikor teljes szembeszél volt, és senki nem akarta őt támogatni. Ami a kezünkben van, ami a szívünkben van, amit Isten nekünk adott, azt azért adta, hogy használjuk. És ne arra figyeljünk, és ne azt kérdezzük, hogy mi az, ami nincs, hogy mi az, ami hiányzik, hogy mi az, amivel nem rendelkezünk. Higgyük el azt el, hogy amit az Isten adott, az elég ahhoz, hogy az ő áldásai és az ő dicsősége meg tudjon nyilvánulni. Egy új korszak
kezdődik ilyen értelemben a gyülekezet életében, hiszen a régi lelkipásztor elköszön, és itt egy új lelkipásztor, aki átveszi a szolgálatot. Sok minden marad, nagyon sok minden nem fog változni, de bizonyos értelemben mégis egy új korszak indul el. És ha egyet tudtok érteni azzal, hogy nem érjük be kevesebbel, mint az, hogy az új korszaknak az áldásait át akarjuk élni, akkor Isten igéjének ezeket az alapelveit vegyük figyelembe. Merjünk imádkozni teljes hittel és teljes reménységgel, merjünk hinni az Istenben a legnagyobb krízisek és nehézségek idején is, és tudjuk azt, hogy amit az Isten adott nekünk, az elég, az elégséges és az működőképes, mert ha Isten irányítja a dolgokat, abból csodák lesznek. És meg fogja tudni Szigetszent Miklós népe, meg fogja tudni a gyülekezetben járó embereknek a tömege, és mindenki, hogy az élő Isten az Úr. Hogy köztetek csodák történnek, hogy a Szentlélek elkezd működni, hogy olyan dolgok történnek, amire nem is gondoltunk, vagy nem is számítottunk. Miért? Csupán azért, mert az Isten benne van dolgokban. Kedves Zsolt, kedves barátom, és Anita, nektek is ezt kívánom szívemből, hogy Isten áldjon benneteket hittel és teljes reménységgel, teljes határozottsággal, tudjátok ezt a gyülekezetet pásztorolni. És kedves Szigetszent Miklósiak, segítsétek és támogassátok a pásztorotokat azzal, hogy amikor nehéz helyzetben vagytok, és kap kijelentést, és mond valamit, akkor mondjátok azt, hogy elhisszük, elfogadjuk. Mert ha Istentől jön valami, abban áldás van. Kívánom, hogy így legyetek áldottak, és tényleg ez az új korszak legyen egy gyümölcsöző és örömteli korszak a számotokra. Isten áldjon benneteket. Ámen. Kedves gyülekezet, kedves vendégek, kedves testvéreim, kedves barátaim. Kicsit zavarba is vagyok, hiszen azt hangzott el, hogy székfoglaló beszédet, ige, hirdetést kéne tartani. Tehát igazából, ha a székfoglalásról beszélünk, akkor valami rangról van szó. És egyáltalában nem úgy gondolom, és nem is úgy érzem, hogy amire Isten megbízott, amire a gyülekezet megkért, az egy rang lenne. Hiszen semmiképpen sem érdemeltem meg azt, hogy az Úr rám bízzon szolgálatot, akár csak elhívjon lelkipásztori szolgálatban. Nem érdemeltem meg azt, hogy Bodrogon eltöltsek több mint 20 évet, és azt sem érdemeltem meg, hogy itt most Szigetszent Miklóson szolgálhassak. Ez nem érdem volt, sem 20 évvel ezelőtt, sem most, hanem kegyelem, és igazából azt a széket szeretném szolgálni, ami a mennyben van, a bárány trónusát, amelyből kaptam a elhívást, a kegyelmet, a bűnbocsánatot, és mindazt a sok-sok áldást, amit eddig is átéltem az életemben, Isten népe között, Bodrogon, és amelyet szeretnék átélni itt a gyülekezettel együtt is. Mindez egy ige verset szeretnék felolvasni, azt az igét, amelyet a szolgálatom kezdetekor bízott rám a mindenható, amelyet egyébként a búcsúzásomkor is felolvastam bodrogi gyülekezetben. A Galatai levél, Pál levél a Galatákhoz második rész 20. versét, amely így szól. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Először is én szeretném megköszönni Lukács Tamás testvérnek és kedves párjának azt a szolgálatot, ami miatt én most itt lehetek. Az elmúlt évtizedet, közel egy évtizedet, hogy olyan békesség alakulhatott ki a gyülekezetben, hogy egy ilyen közvetlen váltás lehetett két szolgálattevő között. Ez elég ritkán adatik meg. Nagyon hálás vagyok a szolgálatotokért, mert ez ebből következett. Hálás vagyok a gyülekezetnek, hogy az elmúlt időszakban, amikor
már meghívott lelkipásztorként, de még hivatalosan be nem iktatott lelkipásztorként a szívük legnagyobb szeretetével fogadtak, és így is vettek körül nem csak engem, az egész családomat. És mi az, amit az Isten fia, az én Uram Jézus Krisztus a szívemre helyezett? Ő él bennem, mindahogyan minden megtért hívő emberben. Ha pedig ő él bennem, és én ezt hiszem, akkor azt a munkát szeretné folytatni, amit ő elvégzett már ezen a földön, amiért eljött, amiért meghalt, és amit most bennünk, bennem is szeretne folytatni. Azt szeretném elmondani, hogy ő mire bízott meg. Mi az, amit szeretne bennem elvégezni, bennem is, vele együtt a gyülekezetben is. Ő ott hagyta a mennyet, eljött erre a földre, megalázta magát, hogy szolgáljon. Egészen a kereszt falálig, aztán az Isten emelte föl. Én hiszem azt, hogy hatalmas Urunk van, aki nem lett kisebb a 21. századtól. Nem lett kisebb attól, hogy olyan tudósok vannak, akik már okosabbnak gondolják magukat az Istennél. Nem lett kisebb attól, hogy olyan atomfegyvereink vannak, amelyekkel el tudjuk pusztítani önmagunkat. Nem lett kisebb attól, hogy van egy globalizált világ, és annyiféle hiedelem és vallás van, hogy össze sem lehet számolni. Ő nem lett attól kisebb, hogy rengeteg emberben meghidegült a szeretet, és az Isten fiában, Jézus Krisztusban vetett hit sokak számára csak vallásosság lett. Ő ettől nem lett kevesebb. Ő ugyanolyan hatalmas, és ugyanolyan csodálatos Isten, és ugyanolyan jó, mint bármikor a világtörténelemben. Ő hordja a kezében az egész világot, az egész világ mindenséget, az egész történelmet, akár hisz ebben valaki, akár nem. Ő az, aki a mi életünket is, az én életemet is, ennek a gyülekezetnek is az életét és a jövőjét is a kezébe hordja. Ezért jó kezekben vagyunk. Talán hallották többen tőlem, hogy átéltem azt, amikor előttem ment egy gépkocsi, és egy szép kis táblával, amit talán mások is láttak, oda volt írva, én mögötte veled, hogy az Isten háta mögött vagy. Gondolva arra, hogy ő az Isten, én pedig mögötte vagyok. És elgondolkodtam, hogy hát akkor legjobb helyen vagyok. Azt szeretném, hogy a gyülekezettel együtt az Isten háta mögött lennénk. Vagyis az Isten lenne előttünk, mi pedig őt követnénk. Hogy ez mindig így legyen. Ne a mi hátunk mögött legyen az Úr, hanem mi legyünk az ő háta mögött. Ne valahol messzeségben legyen az Úr, amit keresgélni kelljen. Ne valami homályos kijelentések között, hanem mögötte legyünk. Amerre ő megy, mi is arra menjünk. Amerre ő vezet, arra legyen a mi útunk is. Ami az ő akarata, az legyen a mi szívünkben. Ahogyan kérjük, és ahogy tanított bennünket imádkozni, ami megváltunk, hogy legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben ott megvan, úgy legyen meg itt a földön, a mi életünkben, az én szívemben először. Arra hívott el családommal együtt, az Úr párommal együtt, amit ő is elkezdett. Amikor Jézus Krisztusnak a földi édesanyja, testvérei oda mentek és keresték őt, akkor Jézus egy nagyon furcsa dolgot jelentett ki. Máté evangéliumának a 12. részéből szeretném ezt felolvasni, ezt a néhány igeverset. Máté 12. 48. versétől. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta a kezét tanítványai felé, és így szólt, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Testvérek lenni. A szolgálatunknak, a szolgálatomnak ez az egyik alappillére. Szeretnék testvére lenni minden gyülekezeti tagnak, jó testvére. Olyan, aki áldást hoz. Amin abból fakad, hogy mindannyiunkat, ami megváltunk,
által fogadott el a mennyei atya. Ami nem kell, hogy megkérdőjeleződjön. Attól, hogy valaki botlik, valakinek problémája van, vagy éppen nehézségei. Itt van a testvérem is, egy húgom van, sem kérdőjeleződött meg számomra, hogy ő a testvérem. Hogy ő is ugyanabban a családban született, és hogy hozzá tartozok. És bármi van, bármi problémája, fölhívhat, vagy én is őt. Vagy segítségül hívhat, vagy én is őt, vagy a családját. Ez teljesen természetes. Ugyanígy szeretném megélni azt, hogy testvérek lehetünk, valódi, igazi testvérek, akik számíthatunk egymásra. Testvérnek lenni. Olyanak, akik készek együtt örülni, és együtt sírni. Ahogyan Jézus Krisztus a testvérünk lett. És nem szégyelte ezt, pedig lett volna szégyelni való rajtunk. Akárcsak a tanítványain és az összes követőjén. Néha úgy gondoljuk, hogy szégyelem a másikat. Jézus nem szégyelt engem. Nem szégyelt téged sem. Én sem szeretnék senkit sem szégyelni, hanem testvérnek lenni. Hogy amikor szégyenletes dolgokat is teszünk, akkor odálljunk egymás mellé. Hogy segítsük, ahogyan elhívott az Úr bennünket, ahogyan ő tette. Hogy azért jött, hogy segítsen. Azért jött, hogy gyógyítson. Hogy aki beteg, az meggyógyuljon. Hogy aki nehézségben van, az felszabaduljon ez alól. Aki teher alatt van, az megtalálja a menekülés helyét. Hogy aki elesett, az föl tudjon kelni. Testvérnek lenni. Aztán Jézus ennél tovább ment, amikor a tanítványaival beszélt. Azt mondta nekik, János evangéliumának a 15. részéből szeretném idézni a 15. verset, amit a tanítványainak mondott. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Barátnak lenni. Barátnak lenni azok felé, akik a gyülekezetben benne vannak, és akik talán még nincsenek. Barátnak lenni. Ami már egy választott dolog, nem úgy, mint a testvér. Azt egy kapott ajándék. Barátnak szeretnénk lenni, szeretnénk lenni, ami azt jelenti, hogy én is ezt választom. Szeretnék veletek együtt az Isten közelébe maradni, ahogy Jézus Krisztus a tanítványainak ezt mondta. És megint csak azt mondom, nem szégyelte ezt, hogy ilyet mondjon embereknek, hogy ti a barátaim vagytok. Én is szeretném veletek együtt elmondani ezt, hogy a barátaim vagytok. Olyanok, akik együtt küzdünk, akik egymást választottuk. Nem csak mint testvér, mint akit megkaptuk ajándékba, hanem azért is, mert én is választottam ezt. Szeretnék veletek együtt küzdeni. Az Úrért, az ő igéért, ebben a sötét és nehéz világban. És nem a nehézségekre nézni, nem a problémákra, hanem arra, hogy Istennek csodálatos terve van. És erről nem mondunk le. Nem szeretnénk lemondani. Arról, hogy barátokként menjünk tovább. Mert ez egy szeretett kapcsolat. Olyan, amelyet az Isten tud elvégezni. Amelyben tudjuk azt, hogy számíthatunk egymásra. Még akkor is, hogyha ismerjük egymást hibáit. És nem csak valami elképzelésünk van a másikról. Hanem azzal együtt barátainknak lenni. Testvérnek és barátnak. És a harmadik dolog, amit Jézus Krisztus a szívünkre helyezett, mert ő maga töltötte ezt be, és bennetek is ezt szeretné tovább hordozni, tovább vinni, hogy hogyan éljük ezt meg, a szolgálatunkat, az életünket. Máté evangéliumának a 20. részéből szeretném ezt idézni, a 26. verstől. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Nekünk, nekem már nem kell váltságul adni az életemet sokakért. Habár lehet, hogy eljön az idő, amikor az életünket kell adni a mi Urunkért. És arra is kész kell legyünk. De azt, hogy
szolga legyek, rabszolga legyek, arra elhívott. Nagyon csúnya szó ez, hogy rabszolga, mert olyan megalázó. De Jézus Krisztus megtanított arra bennünket, hogy mit is jelent ebben a kincs. Mi is ebben az igazi, hatalmas érték, hogy szolgálni a másikat, félretéve az önzőségünket, a bűneinket, letéve az Isten előtt, készek lenni arra, hogy szolgáljunk. Hogy arra figyeljünk, hogy mire hívott el az Úr. Mert ez a szolgálatnak a lényege, a mi Urunk is ebben élt. Hogy Atyám, mutasd meg azt, hogy mi a te akaratod. Az volt az ő élete. És így tudott szolgálni másoknak. Nem lábtörlő lett Jézus Krisztus, pedig sokan beletörölhették a lábukat. Sokan megalázhatták, leköphették. Mégis ő sokkal nagyobb volt, miközben szolgált. Miközben másokat szolgált ki, vagy mások úgymond rabszolgája volt. Ő vállalta ezt, mert ez jelentette a nagyságot. Ez jelentette a lelki nagyságot. És ebben szeretnék veletek együtt egyre inkább növekedni. Hogy miközben növekedünk, egyre inkább kincsnek lássuk azt, hogy szolgálhatunk. Hogy az Isten rabszolgái lehetünk. Hogy az Isten fog majd fel is emelni emiatt. Hogy ne féltsük az kis életünket, a kis éveinket, évtizedeinket az ő szolgálatában eltölteni, mert ennél nagyobb ajándék és lehetőség nincs. Szeretnék testvéretek lenni, barátotok és szolgátok, ahogyan Jézus Krisztus is megtette, és ebben növekedni veletek együtt, hogy az Isten akarata a mennyben, és itt Sziget-Szent Miklóson is egyre inkább beteljesedjen az életünkben. Amen.